szeretem mégis. Hideg zuhanyként ért a hír, hogy 6 csodálatos, boldog év után válik az álompár. Szakított a Gót Tabi meg a Krampusz. Egy napja lázban tartja az országot Tóth Gabi és Krausz Gábor válásának híre. Ma már a sztárséf bőröndökkel hagyta el a nemrég megvásárolt szentendrei álomotthonukat. Ha valamit el akarsz intézni, csináld magad! Újabb sokkoló válás rázta meg a sztárvilágot. Na, you gotta be kidding me. No. Tóth Gabi és Krausz Gábor 6 év és egy közös gyermek születése után úgy döntöttek, külön utakon folytatják életüket. Egy perc alatt omlott össze minden, írják a szakértők. Ez lesz az év sztárválása? Hát ha a Norbiék szilveszterig együtt maradnak, akkor igen. Olyan szépen éltek, nem? Igen, olyan szépen éltek. Most pedig sorra vesszük, hogy milyen szaftos részletek derültek ki a sztárvilágot megrázó, kataklizmikus esemény során. Először is az exhibicionista házaspár egy kapszlokkos Instagram közleménnyel tudatta a hírt a Pornéppel. A válós közleményeknek mindig fekete-fehérnek kell lenniük. Szeretnénk mindenkivel tudatni, hogy 6 év után vesző, sajnos vesző, a kapcsolatunk véget ért Gáborral. Egyből 2 ajándék veszőt is adott nekünk, amit igazán nem kellett volna. Köszönjük szépen! Ebből a közleményből számomra elsőként az derült ki, hogy Tóth Gabi megvette a pipát az Instán 15 dollárért. Akinek most lett kék pipája, miután pár forintért bárki megveheti, az a legnagyobb csicska. A kék pipától végre mindenki egy kicsit valakinek érezheti magát. Gengeng! Gengeng! Hanna Róza felügyeletét, nevelését továbbra is közösen tervezzük, vessző, szeretetben, békében. A harmadik grátis vessző érkezése után megnyugodhatunk, hogy Hanna Rózát nem passzolják le árvaházba, és mégis felnevelik. Arra kérjük a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, ennél többet nem kívánunk megosztani a nyilvánossággal. Még szerencsé, hogy én nem vagyok a sajtó úgynevezett képviselője. Kérjük, hogy legyenek tekintettel kislányunk Hanna Róza érdekeire. Vajon ha valaki éveken keresztül mások arcába tolja a magánéletét, akkor joggal kérheti az illető, hogy tartsák azt tiszteletben. Tóth Gabi titokban férjhez ment. It's not really a secret. You ever heard of a thing called privacy? Ismét a Hanna Rózával jönnek itt nekünk, akiről eddig azt se tudtam, hogy hogy hívják, de most mind a ketten pajsként fogják maguk előtt a saját gyereküket. A sztárszülőknek is a gyerekek az elsők. A két kékpipás egyszerre tett ki szakítós, fekete-fehéres közleményt. Jön a Krampusz. A bejelentést elsőként a séf internetes oldalán olvashatták rajongóik a kora esti órákban. Szeretném veletek tudatni, hogy 6 év után vessző, sajnos a kapcsolatunk Gabival véget ért. És a Gábor a Gabi egyik vessző hibáját már is kijavította. Az egyetlen vessőt leszámítva a két poszt teljesen megegyezik, de a Gábor beleköltött magának egy plusz mondatot. Hanna Ró, jazzam az. Időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet. Itt van az éhes disznó elásva a karóhoz. Itt bújik meg a szög a kútra. Ami miatt mindig sírnak. Kiderült, hogy a fricska egy férfiakból álló táncegyüttes, akikkel a Gót már egyszer befitelt. Hoppáré, hoppáré! Vajon ebből a férfi együttesből mazsolázgatott volna a Gabriella, amíg a Krampus az álomotthonukban pakolja a dobozokat? 2 hónapja elkezdtünk a fricskás fiúkat felkértem, nagyon régi vágyam volt velük egy közös produkciót, én nagyon tisztelem az ő munkásságukat, kihajtották belőlem a szuflát rendesen, tehát nem volt megállás. A kis Krampus után most a kis fricskára fájt a foga. Ami miatt mindig sírnak. A Tóth Gabi szakértők pár órára rá meg is fejtették, hogy állítólag kivel léphetett félre a Gabi. Akikben már most él Krisztusnak a lelke. Az 5-tagú fricska tánckar Insta oldalán ugyanis Tóth Gabi 5 szívecskét hagyott, az egyik azonban nem fehér, hanem vörös. A Pornép ebből arra következtetett, hogy aki a piros szívet kapta, azzal lépett félre a Gabi. Egyből érdeklődtek is a tudásra szomjas rajongók a fiúknál. Ki varta le az ősanyát? Az varta le, aki a piros szívecskét kapta, nem egyértelmű? Valamelyik őtök indul polgármester választáson, vagy mi volt az indok a nemzeti ősanyánk a keresztény Madonna befedezésére? Milyen kedves, hogy fizikai vonzalom fel sem merülhet a Madonna befedezése mögött. Tabi titokzatos rejtjeleket hagyott maga után, de a kommentelők feltörték a kódot. Ő lenne a kalapos friska fiú, akivel állítólag félrelépett a Gabi. Nem is tudtam, hogy a Gót Tabi a Krampuszt a Ludas Matyival csalta meg. Háromszor verem én azt vissza. Az egész csak egy egyszerű kapszlokkos közleménynek indult, de egy családi dráma bontakozott ki belőle. Én
házasságot. Legyen meg a te akaratod. Pedig idén márciusban Gabi a házasság hete alkalmából még Szikla Szilárd szerelemről írt a blogjában. Ebben az a fura nekem, hogy valaki ír még blogot. Olyan erős szövetség van köztünk, hogy egy hurrikán sem tépné szét. Szikra Szilárd arapokra épült a kapcsolatunk. Vajon csak azért nyomatta folyamatosan a médiában ezt a boldog családi idillt, mert saját magát akarta győzködni? Ő neki nagyon súlyos komplexusai lehetnek. És elárulok egy titkot? Káromkodni is szoktunk. Micsoda? Micsoda? Mindenkiben beindíthatja a kárőrvendést egy olyan sztori, amiben van egy keresztény, konzervatív, katolikus ősanya, aki folyamatosan a családról, meg az anyaságról posztol, és kiderül, hogy amíg az ura nem figyel oda, addig kihajtják belőle a szuflát. Nagyon rosszul esik ez most. A közlemény után pár órával megtörtént az online vállóper is, és kikövették és letiltották mindenhonnan egymást. Kikövették egymást közösségi oldalaikon, és már szét is költöztek. Mindez alig egy nap leforgása alatt. Én voltam, aki letiltottam a csalszit, nem ő. Pedig olyan szépek voltak, ahogy bemerevedve pózoltak összebújva a műfűvön, és szívták magukba a mikroműanyagot. Boldogtalan lettem mégis. Kivel fog ezután a Gabi mikroműanyag hóangyal csinálni? A Ludas Matyival? Mondjuk nekem kicsit gyanús volt, hogy a Gabi mostanában egyedül bulizik, amíg a Krampusz fürdeti a gyereket. Az oknyomozók már azt is kiderítették, hogy a Gabi már kvadozott is a fricska fiúval, a Krampusz beleegyezése nélkül. Csak hát ugye a szakítással kapcsolatban van egy bökkenő. A Krampusz nem levarta az ősanyát, hanem felvarta. Krausz Gábornak a karját egy hatalmas Tóth Gabi tetoválás díszíti. Top 10 smartest decisions. Mondjuk mi is szoktuk egymást tetoválni részegen, ezzel semmi baj nincsen. És hogy mi lesz ennek a gyönyörű tetoválásnak a sorsa, arról a tévében azonnali kupak tanácsot tartottak. Mennyire lesz nehéz ettől, hogyha egyáltalán meg lehet szabadulni, meg lehet? Nagyon jó téma. Végül is még lehet belőle Pink, vagy Eminem. De ha semmi nem jön össze, akkor egy blackout sleeve. Nagyon jó téma. A csávó felvarta a saját egész alakosban a testére, hagyta, hogy a csaja a vezeték nevén hívja őt mindenhol. Ővel csak óvatosan cicázni. Etette. Tudjátok, mit ennék? Rakott krumplit. Áthallatszott, hogy rakott krumplit szeretne. Rakott krumpli. És a végén még fel is szarvazták. Olyan jó pasim van. Nagyon. Itt volt a szerelmem. Elmezavar. Ilyen kiszolgálásban részesült, és mégis inkább a csicska-fricska-micska gyerek kellett neki. Majd leszek izé csicska-micska. Szerintem nem adott neki elég csokit a Krausz. Kapok egy kis csokit a szerelmem. Azt tud főzni a fricska gyerek? Tud bácskai rizses húst, meg gundelpalacsintát csinálni a Gabinak? Kétlem. Ezután a mindent frankon megmondó Alekosz féktelen haragra gerjedt, és jól elküldte a búzsba a kis fricska gyereket. Zsak a foltyat. Kezdi tudományos értekezletét Mr. Security. Ez a tingli-tangli táncos nyighaj mennyire egy sunyi proletár már, hogy szándékosan belerondít egy még ha nem is boldog családba. Jó, hát azért, mert bejön neki a Gabi, azért nem kellett volna ennyire ízekre szedni a kis fricska gyereket. Megérte a senkiért. Hisz, csak egy táncos, könyörgöm. Táncos. Tamtam dobra ugráló majom. A reklámautót kitisztítva add le, aztán mehetsz Istennek hírével, szavasz. Nyomom a gáz teljes erővel, mert a tigrisekkel akarják venni a csoki kelyhet, amit neked készítettem. Az a baj, hogyha a Tóth Gabi leadja a Tóth Gabis reklámautóját, amit saját maga dedikált saját magának, azzal utána senki nem akar majd furikázni. Szóval nem elég kitisztítani, hanem újra is kell fóliázni. Nagy Alekosz, Köllő Babett rajongó. A Gabi ezután tudni fogja, hogy melyik szótárban sztáros Jutgének az oldalán is áll a Securitát. Pár nappal később a Gabi ismét posztolt egyet az irigyeknek, és ez szerintem ugyanaz a kalap rajta, ami a kis fricska gyereken is van. A mai videónkat pedig a Gabi által is megosztott szép búzavirágos népzenével fejezzük be. Egész világ rólam beszél, de az csak elfújja a szél. Legyetek tekintettel a csatornámra, és iratkozzatok fel, hogy mindig képben legyetek a legújabb hírekkel. Nézd a felhők közt, ott a fény, hív újra, láss, újra ér. Idő. Idiom.
kihajtották belőlem a szuflát rendesen.